8. Gondolta dolgozni fog, de rettenetesen álmos volt. Inkább hát tovább szitkozódott. Az ördög vigye el ezt kifogtam, hogy nekem mindig ilyen átkozott pehemnek kell lenni. Ahogy leült a forró irodában, olyan tűrhetetlen álmosságot érzett, amilyet csak diákkorában ismert délutáni vallásórán, úgy június tájban. De mi a csodának fűtenek itt annyira? Kiáltott fel egész hangosan. Nem sajnálják azt a drága fát? Csak pusztítják az erdőségeket, letarolják a hegyoldalakat, a végén nem lesz a levegőben ózon. Ózondús levegő, kárpátok, hegyek, odafenn a fenyvesek jutottak eszébe. A bártfai fürdő, smasa. Na hát, az olyan csibész szerelem volt, az nem venné tragikusan az efélét. Megcibálná, megpofozná, s megvan. De hát amit az az aranka tesz, az már sok. Most már egész biztos, hogy a tárcájában volt a levél, hogy is lett volna ő annyira ökör, hogy csak úgy a zsebébe dugja a levelet. Szóval bizonyítva van, hogy Aranka kikutatta a tárcáját. Lángvörös lett, mert szokott abban olyan dolog is lenni, ami nem való ilyen betanítatlan, szinte leányasszonyka szem elé. Abszurdum, mégis abszurdum, ez a dolog a házassági eskü legsúlyosabb megszegése. Csak ilyen álmos ne volna, az ördög vigye el ezt a hivatalt. A szempilláját vasvillával kell feltámogatni, mert leragad. A főnök szobájában van egy kis kanapé, jaj, de finom volna elnyúlni rajta. Csak egy fél órát, csak egy percet. Harminc órája nem hunyta le a szemét. Egyszerűen felállott, Átment a nagy termen, s a főnök kis szobájában lefeküdt a kanapéra. Csak egy órácskát szundíthatott volna, de irigyelte. Az asszony. Ah, az az utálatos féltékenység. Ő bezzeg, otthon alhat, amennyit akar. Jó éjszakát, pá, kis aranyos. Koplani fogsz az éjszaka. De olyan gyors távuszó alvó mégsem volt, hogy tényleg a valósággal el tudott volna aludni akkorra, mire a főnök megjött. Először azt hitte csak vízió a pilláin keresztül, de már fel is ugrott, s mély meghajlással pirult a főnök hideg arca előtt. <laughs> – Alázatos szolgálja, főnök úr! – próbálta elütni a dolgot. A főnök, aki otthon nem érezte magát jól, a felesége mindenkivel csalja, mint köztudomású, s csak a gyerekek miatt vannak együtt, és ezért a hivatal száraz kényelmébe menekült, és mindig a legelső, aki bejön, a főnök hűvösen szólt. Kérem, ne zavartassa magát. Ezer bocs, főnök úr, kérem alázattal. Délutáni álom? Á, dehogy, kérem alássan. Soha sem szoktam, csak siettem be a hivatalba dolgozni. A főnök jónak látta, hogy szigorú arcot öltsön, mert hisz ez rémes, hogy ma mennyi konfidenciát enged meg magának ez a legfiatalabb generáció. Kissé megártotta nyíri farsang, nem de? Nem kérem alázatta a főnök úr, én nagyszerűen bírom. Most is mondta a kis feleségem, feküdjön le, kedves, de minek, ha nem vagyok álmos? Sietek dolgozni, a restanciát ledolgozni. Egyre jobban zavarba jött, ez a főnök még azt se vette tudomásul, hogy ő megházasodott. Mit pakolja ki előtte indiszkrétül a boldogságát? S micsoda boldogság az? Éppen ma. és ez az őrült bürokrata úgy néz rá, mintha viaszból volna. Kedves barátom, igyon egy pohár vizet. Igenis, mondta szolgálat Samu, mintha ezzel a főnöknek tenne szívességet, például mintha a téli kabátját segítené le s fogta a bal kézzel, oda se nézve a nagy tintatartót, az Isten őrizte meg, hogy bele nem ivott. De észrevette magát, s most aztán kotródott, de olyan gyorsan, ahogy csak lehetett. Még az álom is kiment a szeméből. A másik szobában már ott voltak az urak, s mivel a főnök már bent volt, olyan gyorsan ültek, s olyan erősen a helyükön, mintha már legalább tíz perce ülnének ott. Így Samu nem mondhatta el a vicces esetét, hogy kimossa magát, ment ő is a maga asztalához, s őrülten elkezdett szorgalmaskodni. Jobbról az aktákat átrakta balra, egyenként. Ami össze volt, kibontottas, ami szét volt, egymáshoz való tartozandóságukra minden tekintet nélkül összekötötte. Ez alatt Aranka otthon Máli nénivel volt. Amint Samu a lábát kihúzta hazúról, azaz, hogy kirántotta, mert hisz úgy rohant el, mint ha puskából lőtték volna ki. Máli néni két perc múlva már ben volt Arankánál. Málinéni egy hatalmas, erőteljes fiatal özvegy volt, alig negyven éves, vagy még annyi se. De igen jól konzervált hölgy, van egy kis bajuszkája, egészen könnyű pehely, vannak hatalmas karjai, keblei, erőteljes hangja, s egész lényében valami imponáló férfiasság, Szóval egy olyan asszony, kibe az ilyen bronzszínű kis gyerekasszonykák, akiknek maguknak is van hajlamuk az önállóságra, beleszoktak szeretni. Máli néni előtt tehát Aranka öt percig nem tud titkot tartani. Ilyen formán Máli néni már délelőtt fél kilenckor értesülve volt a levélügy minden része felől. Most természetesen sírva kapta az asszonykát, sokos ember lévén se nem vígasztalta, se nem heccelte. Van százas cérnád, itthon kedves, mindössze ennyit kérdezett tőle. Van, felelte Aranka, s megtörülte a szemét egy kis pihekendővel. Na hát, ez nagyszerű, nincs kit küldjek érte, magam meg nem akartam bemenni érte a városba. Málinéni előrántotta a köténye zsebéből a horgolást, s leült. Öt percig beszéltek a százas cérnáról, meg a negyvenesről, aztán arról, hogy kell kivenni a rozsdafoltot a fehér neműből, majd egy igen jó gesztenye torta recept került szóba, és így tovább, és így tovább, míg végre... Nagyon dühös volt Samu? Aranka elnevette magát, kicsit zárkózottan, aztán cinikusan mondta. Majd kipukkadt. Láttam, hogy ment itt az elébel, mintha az orra vérre folyna. Az! Majd visszajön este, mondta Málinéni. Biztos, hogy visszajön. Aranka csodálkozva nézett rá. Hát persze, hogy visszajön. Málinéni a munkájára hajolt, egy szemet gondosan meg kellett néznie, akkor azt mondja. Hivatalból egyenese hazajön, de az én uram, szegény, Isten nyugtassa a drágámat, az jött vissza este. Aranka már tudta, hogy most egy olyan eset fog következni a Máli néni életéből, amelyhez hasonló rendkívüli és csodálatos történet soha senki mással nem esett. A Máli néni esetei mindig olyanok, hogy az ember csak másnap gondol rá, hogy hogy lehet az, hogy én velem ilyen dolog sose történik. Mindig csak a Máli nénivel. Bemegy egyszer szatmárra a drágám, a lelkem adta, mondta Máli néni kényelmesen horgolva. Mikor felül a kocsira, utána kiálltok. De estére hazajöjjön? Jó, de nem jó, hanem biztosan. Vissza se szólt. A kocsi kiment. Már tudtam, hogy nem fog visszajönni estére, majd éjfél után berúgva, csak azért, mert megbosszantottam. De hát fiatalasszony voltam, még nem bírtam uralkodni magamon. Meg azt hittem, az csak úgy megy, hogy az enyém az egész világ. Hát persze, hogy nem jött haza. Nem baj, mondom. Ha három nap nem jön is, addig nem fekszem le. A horgoló tű megszúrta az ujját, olyan ideges lett a hangja a visszaemlékezésben. Úgy hajnali három óra tájban hallom zörög a kocsi. Fel se álltam, ki se néztem. Bejön az atyafi, ott ülök az asztalnál, fel sem nézek. Nem szól, azt mondom, most van este? Rám néz, azt mondja, most? És még egyszer keményebben azt mondja, most? Hogy nem felelek, azt mondja, úgy van, Málika? Azt mondom, nem, nem kedves, véletlenül nem úgy van. Azt mondja, nem úgy van. Nem? No hát majd úgy lesz avval se szó, se beszéd, megfordul, s kimegy, felül a kocsiba, s hajts vissza gyurka. Ott volt három napig. Akkor már nagyon kisírtam a lelkemet is, egy percre se hunytam be a szememet, képzelheted. Elébb nagyon dühös voltam, szittam magamban, mint a bokrot. Egyszer azt mondom az öreg béresnek. Andris bácsi, fogja be az igás lovakat a kocsiba, bemegyünk szatmárra. Ott ül az én lelkem a pannóniába, körülötte a nagy kórhelyek. Megjegyzem, hogy ez a harmadik nap este volt. Tudod, mikor már láttam, hogy harmadik estére sem jött, szóval úgy tíz óra tájban, egy fél órányira voltunk Szatmártól kocsin, mondom, ott ül az én drágám a disznó kórhelyek közt. Oda megyek hozzá. Szívem! No, nem jön még haza? Rám se néz. Szia, szivart, azt mondja, mit jött én utánam? Mondtam, hogy estére otthon leszek? Azt mondom neki csendesen, igen, tudom, de mindjárt esteledik, tudja kedves. Avval én megfordultam, eljöttem. Hazadöcögtem az igásokkal. Hát az eszem adta reggel három órakor másodpercre pontosan abban az időben, mint először beállít. Nagyon meredek volt. Látszott rajta, van mit emelni a fejében, egy kis gőzt. Azt mondom neki, jó estét, kedves, azt mondja, kicsit elkéstem? Nem, mondom, nem, nem, éppen most terítünk vacsorához. Aranka mereve megdöbbenve figyelt, Málinéni csöndesen nevetett, s folytatta. Az asztal megvan terítve, melléült. A lány behozta a vacsorát, evett egy pár falatot, akkor ledült a székről, mint egy bortömlő. Olyan részeg volt, de olyan részeg, hogy eldőlt. Csak éppen hazáig bírta. Úgy tettem az ágyba, majd megszakadtam alatta. Mert hatalmas egy, pompás egy derékember volt. Harmadnap reggelig aludt egyhuzamban, akkor felkelt, mint szokott, reggel négy órakor, s ment minden, mintha semmi sem jött volna közbe de hasonló eset nem fordult elő többet. No nem, mert én vigyáztam. Még csak célzás se volt szabad előtte tenni erre az estre. Hojjé, megölt volna. Olyan ember volt szegény. Aranka magába szállva, ámulva hallgatta. És a jövő, hogy ő vele Samu így bánjon? Olyan nincs. Azt nem. Egészen föl volt lázadva, de uralkodott magán, nem akarta Máli nénit megsérteni. Ha élne az ura, akkor igen, de így respektálta a kegyeletet. De ezt nem. Ezt nem veszi be a természete. Az ilyen fértempók, ez nála nem fog divatba jönni. Inkább bármit, de ezt nem. Samu ez alatt szépen, nyitott szemmel kialudta magát a hivatalban. – Mi csinál az asszonyka? – kérdezte a kövér kolléga. Hát szegényke dolgozik, takarít, mondta rá kegyes hazudással. Ammán igaz, mondta rá egy régi házas. Avval megvannak őrülve, mindig takarítanak. No Istenem, mondta Samu, azt is el kell végezni, s az nem is a legélvezetesebb, mondta. Maga is csodálkozott, hogy elpárolgott a haragja a feleségével szemben. Íme, ma már harmadszor, negyedszer úgy nyilatkozik róla, mintha semmi se zavarta volna meg idilli békességüket. És ez így van rendjén. Ez a kis csetepati elmúlik. Mit kell arról a világnak tudomást vennie, hogy, hogy az is volt? Mikor este a gázlámpák sárga fényén hazafelé sietett a korzózók közt, észre sem vette, mennyi szép és fes fiatal nyüzsög. De a szíve az szorult, Jaj, ha otthon még mindig folytatódik a hetsz! Bement a virágkereskedésbe, hogy békülésre egy csokor virágot vigyen haza, de aztán meggondolta. Leszerelt, csak kétszál gyöngyvirágot vett, nem mert többet költeni. Félt. S csodálatos ez az önfegyelem úgy hatott vissza rá, mintha valami hőstettet követett volna el a felesége szent szín előtt, ha még ezért sem érdemel meg minden bűnbocsánatot, akkor nincs igazság a Földön.